Mindenkinek üdvözlök! Üdvözlöm az összes ide tévedt nézőt a rendkívül ocsmány országomban. Na de... Ugye a legutóbbi epizódban kicsit megrúgdostuk a törököket, és most arra készülünk, hogy annektáljuk végre Erdélyt. Tartalmaz némi developmentet, főleg Hunyad, ennek nagyon örülök. Hol szén is lesz majd, ha minden igaz. Úgyhogy hogy állunk a... Kicsit kevés egyetemet építettem, legyen sanda gyanúm. Elég lassan fog terjedni ez az institution. Szerintem le fogok maradni most, valamennyire. Mondjuk már tudnék embrészelni, de rohadt drága. Na mindegy. Ezekből párat betolunk. Amennyire futja, jó. Vidin át lett térítve. Ja, szépen halad a huszitizmus. Dél felé. Balkánon lefelé. Na de, ami minket érdekel, az Lengyelország jelenleg. 12 aranybevétel. Egy majdnem kétszer ekkora sereget fönn tudnék tartani, legalábbis logisztikailag, az megvan rá, pénzem viszont nincs. Ami sajnálatos. Roppant sajnálatos. Ó, basszus. Revolucionisták, ne adok még kellettek. Van pofájuk. Húzzatok innen. Szükség rátok. Jó. Revolucionisták. Elborult a ötletet, hogy ne királyság legyen, nem köztársaság. Ekkor baromság érzel. Én ilyet még nem hallottam. Nyolcat kapok. Na jó, kezdjük el Erdélyt, remélem nem fog túl sokat elvinni havonta. Pedig gyanítom, hogy de. 10-et fog elvinni havonta, tehát csökkenni fog 2-vel. Ó, csudiva, nem baj. Meg kell csinálni. Hát így át kéne raknom magam a diplofókuszra. Addig. Egyik az 20 évig úgy, mert jó, az örökösöm nem szar, úgyhogy szerintem maradtatok diplofókuszon. És akkor legalább így egy pontot kapok, nem sok, de... legalább nem fog a negatívba menni. Nézzük, Nápoly nem jön. Természetesen Nagy-Britannia nem jön. Oroszország nem jön. Litvániát tudom egyedül behívni. De... hát ez necces. Több lovasuk van, jó, mondjuk az ilyen karán annyira nem számít. Több ágyújuk is van. Mi a francot tudnék ígérni az oroszoknak? Vagy itt a Baltikumot. Valamennyit belőle. És éppen valami japánokkal háborúznak, USA-kkal. Hát... hajrá, oroszok! Most kivételesen nektek szurkolok. De nem kell kényszeresen megtámadnom őket, igazából az a helyzet. Simán megvárom. Amíg befejezik a háborút, és akkor behívom őket. Ilyen egyszerű. Így működik a maffia emberek. Akinek mond valamit, az a gyalázatos mobil reklám, vagy mobil játék reklám. Kozuke ostroma. Kibékéztek, vagy mi van? Kibékéztek, jó, most... most változatosság kedvéért az angolok támadták meg. Őket.
Ujjszugikat. Na jó, de így legalább be tudom hívni az oroszokat. Meg litvánokat. És akkor legyen egy... nacionalizmus. Mivel támadja meg őket? Miért tudnám őket lengyel, vagy ilyen nacionalizmus klémmel megtámadni? Lengyelek vannak mindenhol. Az uralkodóm cseh. Hiába van lengyel neve. Ez a Lobkovic. Na mindegy. Legyen imperializmus. Vagy ne? Na legyen nacionalizmus, Varsót. Most már azért illene elfoglalni. Beírtam a szövetségeseimet, ugye be? Jó. Beírtam, remek. Közben military power az már nem tud hova nőni körülbelül. Nem tudok lassan fejlődni? Ó, még nagyon messze van. Még nagyon messze van. Akkor feltoljuk pár helyen itt a military developmentet. Vagy a manpowert. Jó. Varsót elfoglaltuk. Akkor egy hadsereget visszavonok. Osztrákok ellen. Itt betörnek gyalázatos módon, meg Burgundia ellen. Jó, elfoglaltuk ezt az erődet itt. Jó, akkor gyerünk oda, ezt a burgundi sereget megállítjuk. Jó. Remélem, hogy tudom nyomni őket elméletileg. Nincs akadálya, hogy én nyerjek. Jó. Hoppá, riadni zajlik. Gyerünk oda, betolni. Á, ne! Ne, véget ért az ütközet. Jó, mindegy. Hülyére verjük utána már őket Varsónál. Jól van, hát igazából szerintem ezt már megnyertem ezt a háborút. Vagy hát megnyertük, mégiscsak csapatmunka volt, vagy valami olyasmi. Habár itt most elég sokan betörtek. Köztük a dánok is, akikről én úgy tudtam, hogy azok nem fognak bejönni ebbe a háborúba. Nem szeretem, ha átvernek. Nagyon nem szeretem, ha átverés áldozata vagyok. Nagyon szépen kivonulnak innen. Meggondolták magukat. Ah, bocsi srácok, rossz ajtó. Aj, de gázok vagytok. Szánalmas. Szánalmas népek. És az, hogy oroszoknak most ilyen nem ígértem semmit, úgyhogy elméletileg minden probléma nélkül tudok majd békét kötni, anélkül is figyelembe kell vennem a szövetségeseim óhajait. Unterkrantent elvesztettem. Hát ez szomorú. Alsó Ukrajna. Ez ostobaság lenne oda most betámadni. Szerintem. Na menjünk csak oda segíteni. Jó, nem kellett segíteni nekik. Oroszok megoldották. Jó, Dánia kibékézett, az jó. Akkor ennyit róluk. Nem mint olyan nagy veszélyt jelentettek volna a legterületükkel, csak csodálkoztam, hogy bejöttek végül segíteni nekik. Vissza fogják foglalni a fővárost, ezt nem hagyhatom. Na és visszafoglalták bosnyákok.
kapták a magukét egy jó kis stack wipe képében. Tényleg bosnyákat ugye vazalussá akartam tenni, az arra majd figyelni kell. Ingolstadt is kivékézettem, hogy mik itt a küldetéseim. Szászországot be kéne foglalni Türingiától, ahol tényleg. Pomerán Conquest. Aha, ezt itt a maradékot el kéne foglalni. Hol láttam ezt itt? Igazából azt el is foglaltam. Odaadom Pomerániának ezt a kettőt, és akkor meg lesz. Ha minden igaz. Anhalt nem kell, azzal simán kibékézek. Jó, visszafoglaltuk Ausztria fővárosát. Kik vannak még? Burgundia. Burgundia, mi a rákot akartok olyan? Nem tudom, de az oroszok mindjárt kiderítik, hogy mi a helyzet. Ja, nem meggondolták magukat, és inkább visszafordulnak. Ja, Isten. Na, Bosznia fővárosa elesett. És nem, megint 2 rohadt százalékon múlna basszus, hogy én itt vazallussá tudjam tenni őket. Hogy undorító ez a játék, ti jó Isten. Aj. Mindegy, megelégszem azzal, mindenkivel szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatait. 31-ig lesz így béke, hát mindegy. Akkor így lehet, hogy mégis a horvátokat fogom majd azzal lussát tenni. Jó, igazából így már békét köthetek, mert ugye az egyik fő célom az pont Bosznia lett volna, de így most már mindegy. Mennyi mindent el tudok vinni? Ez tetszik. Na, azt már nem, pedig még örülnék neki. Jó, most már igen. Jó, ennyit elviszek. Jó, pomerániai conquest megvan akkor. 100 admin power, az tök jól is jött. Mehet is vele a kórozás. Jó. Hol van a... Ott van, harmadik hadsereg, jó van. Ó, túl sokat kértem a békében. Az a baj, elfogyott a diplopontom. Felénél tart az annektálás. Jó, hát inkább a 3/4-nél lassan. Legyen 2/3. Sőt. Pont 2/3. Jó, mi van még nekem itt küldetésben? Municipal Works. Ja igen, legyen egy katedrális vagy egyetem a fővárosban, az még nincs. Vagy mind a kettőnek kell? Ja, mindegy, építék mind a kettőt aztán. Isten, két katedrális leszórunk valahová. Így, jó. Úgyis viszonylag sok pénzem jön be. Nem kell harcolni a korrupció ellen. Hát igen, azt hiszem, hogy egy eléggé meghatározó erő kezdek itt lenni a... Mennyit arról, hogy nem kell harcolni a korrupció ellen. Szóval eléggé meghatározó erő kezdek lenni itt a környéken, ami mindenképpen egy jó dolog. Itt van, akkor határosak lettünk. Lengyeleket kb. 2 részre szakítottuk. Helyes. Mantuai szeparatisták, mi a szart kerestek itt? Mantua a másik irányban van, nem itt. Barmok. Mi a szart csinálnak ezek? Hová mennek?
és így megfordulnak. Érti a halál, hogy mit akartak itt. Mindegy, valaki területet elvittem, bekóroztam. Csak ez számít. Sikerült egy küldetés ezzel. Municipal, ja hülye vagyok ugye az a katedrális miatt. Ó! Elég sok developmentet kapok, 24-et pluszba. Ez nem rossz. Reform Bergodung. Olmütz, igen, az el van foglalva, Ratibor is az enyém. És developmentben mind a kettőnek 20-nak kéne lennie, és hogy legyen enlightenment. A developmentek megvannak, úgyhogy igazából az enlightenmentre várunk. Hogy ez meg legyen. Itt igazából Olmützben is nem sokára meg lesz. Még egy pár év. Jó. 38-39 arany. És oda, meghalt az uralkodom, gondolom. Így van, sajnos. Hol a másik? Ugye ott van mind a kettő, jó van akkor. Ja nem, most már szétváltak. Gyorsan megtámadom őket. Illetve még elfoglalnak egy-egy területet. Jó. Nem kezdek el új hadsereget toborozni, mert ha megöröklöm Erdélyt, akkor... Akkor ugye... Megkapom a hadseregeiket és azt fogom tovább fejleszteni. Közben látom, hogy a legitimációm faszán nulla. Hát... 8 pontot kapok. Van egy 400-500-al feljebb talom. Mert tömeg nyugszanak az emberek. És ki legyen a következő célpont? Ugye a törökökkel most lejárt egy béke. Lehet, hogy őket kéne megint kipécézni. Kivételesen Nápoly is jönne segíteni. Ami jó. Talán ellensúlyozni tudják Ferrárát majd. És akkor én foglalkozhatok a törökökkel teljesen. De megvárom, amíg annak tálom Erdélyt. És akkor utána. De addig ide készítem az embereimet. Alig várom már, hogy végre egy nagy bohémia felirat legyen. Ez már kijárna nekem végre ennyi öröm. Na. Ó, igen. Jó, akkor ide kell három ágyú, egy lovas, meg sok gyalogos. Jó. Nagyszerű. És ezzel megelőztük nem csak a franciákat, de az ottománokat is. És ha minden igaz, akkor ottománokat nem sokára tovább fogjuk csonkítani. Ahogy várom. Jó van közben. Gyorsan le kéne csapnom. Na inkább gyorsan lecsapok. Végre a horvátokra. Azt kéne inkább. Pomerániának kifizetem az adósságait. 6000 embere van szegénynek, összesen pedig már elég sok területe van.
Na mindegy. Gyorsan fővárosra ráugrunk. Rohadékok! Rohadékok! Ja, Istenem! Aj, Raguzát kellett volna, úgyis szövetségesek, hogy edvédi őket a Törökország. Aj, miért csináltam ezt? Nem segítek nekik, húzzatok onnan. Ezek mit akarnak? Imperializmus. Kurva jó. Istenem, ezt... Aj, de benéztem. Abban tudom, hogy reménykedni, hogy gyorsan kibékéznek majd. Nem akarom ezt túl sokáig bámulni. Annyira nem izgalmas. Lüneburg. Hey! Hey! Ja, tényleg! Ah, Istenem! De hülye vagyok. Jól elszúrom ezt is. Jó van, Lüneburgot már támadja fel rá. Miért ér véget mindig ilyen gyorsan Nápollyal a házasság? Miért benne jó? És még küldhetek oda is egy követet. Jó. Természetesen engem csesztetnek a Velence meg Ferrara helyett, mert Boy miatt biztos könnyebb célpontnak találják, mint Ferrarát. Én amúgy tök logikusnak tartom ezt, szerintem jól is csinálják. Miért ne? Lúzerek. Mi? Jaj, Istenem, már megint! Felkelők, csak most Pomerániában van, vagy ilyen, mi ez? Ilyen anyaszomorító, mik ezek? Revolucionisták. Na, lezárták a háborút. Végre. Jó, ocsmány Horvátországot csináltak itt nekem ezek a nyomorultak. Mindegy, majd úgyis visszaadatom nekik. Ragúzával. Úgyhogy igazából teljesen mindegy. Innen kell nekem valami? Nem kell. Akkor ezekkel is kibékézek. Jó, elment a motor. Istenem. Aj, na. Jó, megvan legalább az utolsó diploidea is. Ezt a kettőt be is tolom. Production efficiency meg trade. Jó, megdobta a bevételeimet 54 arany. Jó, na, legyetek vazalusok. Oké, kétszer mondanom. Kiváló. Valahonnan vissza kéne hívnom a követemet, mert túl sok Pomerániával az oda úgyse kell. És Horvátország adósságait kifizetem. Jó. Ottománok nem jönnének segíteni Ragúzának. Hoppá, hoppá. Hát mi van itt, kérem? Meg is támadom őket. Nápolyt beívom, Ferrara ellen jó lesz. Zsír.
egy hadsereget visszavonok akkor török határa. Minden szar területet, ami itt van, azt odaadom a horvátoknak. Hadd legyenek nagyok. Erős vazallust akarok. Tehát akkor ezt. Ezt is. Ezt is. Jó, Humot is. Zara. Splato vagy Spalato vagy mi ez. Mindent odaadunk nekik. Végre, hát nem is tudom hány kísérletet próbáltam itt tenni arra, hogy vassalizáljak valakit. Végre összejön. Ó, Isten. Jó. Nápoly komolyan kibékézett. Ennyire lúzerek vagytok? Ezt nem hiszem el. Nem tudom, minek tartom én ezt a Nápolyt. Ez egy bunch of losers. Istenem. Wow! Nem fogok odaérni. Bassza meg! És természetesen ilyenkor mindig még ott kell egy lapja, hogy fasza! Oh, we got a new badass over here! A stack wipe-olnak! Oh, kiváló, kiváló, kiváló emberek! Annyira király játékkal van egy dolgunk, hogy adjuk ad nekik. Istenem! Fú, kurva Velence, akkorát fogtok kapni, hogy nem igaz. Micsoda? Micsoda? Nem szopat engem ez a játék, ez nettó szopat most engem. Hát ez ilyet a világ nem látott. Hogy körbe járnak és legyőzik a frissen betovarzott egységeimet. Hát ez... Stack wipe-olják azt is! Vigyázz, hogy pisánom magam, mi a szar ez? Jézus Máriám! Úristen, de gáz ez a játék, atya úristen! Atya úristen! Hát én ilyen szart még nem láttam. Úristen! Jézus Máriám! Fú, hát halljátok, ez azért kell már bőr a pofátokra, te úristen! Természetesen még elfoglalják gyorsan, mert nehogy már. Jó van, a uralkodó is meghal, az még kellett. Faszomat most már. Azt a rohadt életbe. Úristen, hát ez nem tudok napirendet térni el fölött emberek. Jézus Máriám. Ez mi volt, te atyaig? Wow! Ez... ez... vicc. Ez szar vicc. Az... az történik itt. Jézusom! Úristen! Természetesen... jaj, bocsánat, hogy nekik már ötször olyan jó hadi technológiájuk volt, mint nekem, hát ne haragudjatok. Elképesztő. Ez elképesztő. Ez az pofátlanság magas iskolája, amit itt bemutatott nekem ez a játék most. Kevét a pofámba törgölte a middle fingereket körülbelül. Jesszus Máriám. Fú. Rajtam fognak röhögni majd a jövőben itt a... mikor olvassák a történelem könyveket. Ez hihetetlen.
ez valami egészen elképesztő. Amúgy Velencének miért vannak ilyen, ezek nem a... Mintha ez keleti. Novgorod kampány, jó, ez így már megmagyarázza, oké, zsoldosok. Tehát ez ilyen Eastern Technology Group-os basic katona körülbelül. Na, jó van. Ferrara meg Velence, megjöttem. Ó, stack wipe. Hogy tetszett, fiúkák? Stack wipe, jó, közben tudom embrace-elni, jó? Itt sikerült egy küldetés, nem? Nem sikerült? Ah, Olomoucba is, mi ez? Ratiborba is kell egy... Hol vannak ezek? Opol. Olomouc és hol van Ratibor? Gyögek meg, de nem látom, mindegy megvannak. Manufaktúra kéne nekik, csak nincs rá pénzem, mert csóró vagyok. Jó, hát akkor ez egy következő kör lesz. Azt hiszem. Ne szopas részek, itt elkezdték felszabadítani. Jó. Szerencsére nem. Ferrara miért bukik el mindig ilyen rohadt nehezen? Ez egy rohadt nehezen bevehető erőt körülbelül, de mindig. Ez nekem már feltűnt. A rohadékok. Nem akarják visszaadni Szénát Nápolynak, na most már igen. Jó. Igább ezzel is legyenek erősebbek. Ha már egyszer szövetségesek vagy valami olyasmi. Velencét még véreztetem egy kicsit. De hülye vagyok, még van itt. Összfutítottak egy erődet. Délen, akkor inkább azt foglalom el. Ezért jól elhúztam az időt, basszus, már ez az epizód is a végéhez közeledik. Sajnálatos módon. Az, hogy ilyenkor mindig annyira ég a pofám, amikor itt nagy mellénnyel neki megyek ilyen kis szarországnak, és akkor nem, hogy izé lesöpörném őket a térképről, nem, és stackwipe-olnak 3-6 sereget. Ilyenkor el tudnék süllyedni szégyenemben amúgy, csak úgy mondom. Atya ég. Mit meg nem enged magának ez a fos? Fú. Fú. Ausztria bekoalíciózna, de most őszintén ki a szart érdekel Ausztria? Meg úgy igazából ezek? Még itt vannak. Szerintem ez egy teljesen tisztességes ajánlat, ha én ezt is feldobom nekik. Jó. És akkor vissza Törökországhoz. És akkor építsünk egy-két manufaktúrát. Ilyen kevés manufaktúrám van, Jézusom! Nem csak egy kell. Jó, most nézd, mondjuk furnace-t is tudtam volna építeni. Kohót. Na, majd legközelebb. Pomeránia, jó?
Igazából akkor feltalom a... Mi ez? Legitimációmat. Jó, hát ez súlyos epizód volt, emberek. A cseh hadsereg össze-vissza lejáratta magát, sajnos. Előfordul az ilyesmi, jó van, meghalt az örökösöm, csodálatos. Meghalt Václav trónörökös, jött helyette Václav. Fontos a változatosság. Vagy hát fő a változatosság. Idézzük jól. Na milyen fókuszt kéne? Azt mondom, hogy valami katonait kellene. Vagy influence? Tehát influence ideákat. Ja, influence-t fogom nyomni. Na! Britek beívtak a mamelukok meg a... Mamelukok. Ellentörökök nem csatlakoztak. Hát akkor szálljunk be. Valószínűleg semmit nem fog csinálni. Szépen felsorakozom itt a határon, hát ha jön valami mameluk jó ember, aki úgy gondolja, hogy át kéne törni Csehországba. Itt szépen elálljuk az útjukat. Ízlésesen, okosan. Ó, basszus, közben lengyelekkel is ilyen lejárt a béke. Pedig megtámadnám őket szívesen. Új fent. Ah, Istenem, ezek a... Oh, de hiányzik öt gyalogos. Akkor már szerezzünk mind a kettőbe egy-egy távolnokat. De megint meghalt az uralkodom, ne szórakozzon már velem! Ezek a Václávok meg vannak átkozva, hogy 20 éves koruk előtt az összes dögöljön meg, vagy mi a szar van? Ah, Isten, jó ember, inkább így befejezem ezt az epizódot, mert most már kicsit sok lesz az agyvérzésből. Úristen, na jó. Köszönöm a figyelmet, mert remélem, jól szórakoztatok, és találkozunk legközelebb. Igen, sziasztok!